Voltam becsüsni. Zárókházban. Mert az internetesen nagyon megy ez a laptop. Önnel pakolunk, levettezünk, mert nagyon melegen van. Jó, hogy rakta az asztalra, hogy... A gyerekek... Bemegyek. Két helyen meg voltam, sokra van, nincs sok hely, sokra van, el lehet adni ezt a gépet, el lehet adni. Mi jár rá? Kivesztük a laptopot. Garancia papírok, oké. Aztán mindjárt megmondom, hogy nagyjából mennyit adna. Lerakjuk. Papírok, jó, oké. Kell nekem egy töltő. Olyan kíváncsi, hol van a töltő, értem. Mégis mennyit adnak érte. Kupleráival tudom, ne nézd. Na, kezdtem 150 ezernél, mondom, az reális ár, ugye? 300 ezer gépről van szó. Biztosítás mindennel együtt van, az nagyon tetszett neki, az eladónak. Mondom, 150 ezer. Azt mondja, 120 ezer. Legyen 125. Mondja ő. Mert mondom neki, legyen 135. Mi lett a vége? Hát az a laptopot maximum az állok házba, hagy sok romba. Közben vetkőzök. Melegem van. Berakjuk a szekrénybe. Azt mondja még, a 150 ezer reális ára is lenne, amit én mondtam neki, de ő KP-ba 130-ig menne el maximum. Gondolkodási időt adott, azt mondja, még állazva alkú, ugye? De ugye, hétfőn visszamegyek, aztán eladom úgy nézem, 130 év, nekem az is jó. Hát ez a laptop 130-at ér, zálogházban, bizonyi zálogházban, most mit magyarázok, zálogházban. Mert az interneten is állnám, akkor sem vennék meg többért 150-nél. Ő még biztos rárakja a hasznát. Itt tudom miért még 30-40 ezer plusz, és úgy el tudja adni, mert ezt el tudja adni. Tetszett is neki, hogy van rajta biztosítás, meg még jó tálás, még plusz egy év, négy év plusz még biztosítás, hogy egy év már letelt belőle. Teljes körű garancia van rajta, és úgy el tudja jobban adni. Azt mondja, még áll az alkohol, ha visszamegyek, és akkor telefonszám, minden felé a nevemet, adatomat, aztán csokor. Mert úgy ezt ki, ha vissza fogok menni, és akkor 130-re eladom, és akkor legalább repülőjére válnom a pénzt. És akkor félreteszek még plusz pár tízezer forint, és akkor a jövőre meg elindulunk ezen a rövös úton, mert mindenképp. Én azt hittem, legalább 150-et ér, hát igazatok volt, hogy az állokházba tegyük föl, tényleg 130-at mondott a csávó. Nagyon jó volt, egy-két alkudozás volt, mondjuk bizományival annyira vette volna be, mint amennyire vettem. És ugye akkor adna a pénzt, ha el tudna adni, nem mondom. Mondom, hogy nem jó, mert akkor lehet, hogy évek múlva se tudja eladni, és akkor mi lesz, ugye megmarad az, hogy becserélni 130 ezer forint értékű valami cuccra, amivel megegyeztük, vagy KP-ba 130. Ugye. Elmondom, az interneten is árulnám, akkor se tudnám jobban eladni a laptopot, mert akkor megtalálnának a hülyék, így meg biztos lenne még készpénz 130 ezer KP. Nem, legalább most tudom mennyit ér, tehát mennyire tudnám eladni. De úgy néz ki, hogy inkább eladom neki. Megírjuk a papírokat szépen, gyerekek, aztán 130 HP-m lesz, és akkor hétvégén meló, jövő héten meló is lesz, akkor néz ki, és akkor félre pakoljuk a pénzt, és akkor elutazunk világgel. Addig meg használom a telefon kamerázásra, ez is jó lesz, meg ezt használom netezésre, ez ennyi. Jó, legyetek oké, és akkor hú, évek itt szexi vagyok. Ez van.
sose voltam zálogházban, nem is tudtam nagyon jól akkor, de 130-nál többért nem akarta, KP-ba annyit adok, hogy 130-at, na mindig. De úgy néz ki, hogy el fogom fogadni jövő héten, áll az alkú, visszamegyek, akkor ezt a gépet ennyire és ennyire fogja adani, hogy 130 KP. Na jó van, legyetek jók, sziasztok!